vajon a videó ötlet? Hát szerintem egy cucc megmutató videó, szerintem az tök jó lenne. Szerintem? Szerintem. Sziasztok srácok, én Zsombi 2013 vagyok, és ebben a mai videóban meg fogom mutatni nektek az ilyen kínai, vagy nem kínai cuccaimat, amiket még régebben, vagy esetleg most kaptam, és most voltam fodrásznál, és még egy kis infó, hogy most már végre használhatom a zöld hátteremet. Hát látszik, ez a háttér. Úgyhogy szerintem nézzük is. Első cucc az nem más, mint egy, kedves nézők, egy ilyen. Ez egy méz. De nem úgy méz, hanem angolul méz. Három pluszos játék. És szakadt, mert ezt ki fogom vágni. Végre nagy nehezen sikerült, ez egy olyan, hogy itt van, ezt a golyót így át kell vezetni. Ilyen. Mutatom, hogy így, itt van, és így, ezt akkor úgy kell kivezetni, hogy nem is tudom, hogy hol van a végén, a végére kell kivezetni, és akkor, és hát akkor okos vagy, és nyert. A következő, ez egy moziról maradt meg. Voltunk a Toy Story 4-et megnézni Gödöllőn egy moziba. És hát igen, ez az Indivalóhoz, a tetejéhez volt hozzárakva, és akkor ez volt, és akkor itt van a figura. És akkor azóta itt van, szép emlékeket idéz. Kezdünk mélyebbre lendülni, mert ugyanis egy érme. Ez egy úszás érme, ahogy látjátok itt az embertől, hogy úszik. Ez így nyakbalkasztós is itt van. Nagyon régen jártam úszni, és most is járok szombatonként, de nem arra a helyre, hanem egy másik helyre. Egy itt, nem fogom bepromozni, de ezért a régi úszásról megmaradt, és hát nem volt más verseny, meg semmi, csak hogyha elértél egy bizonyos matricapontot, akkor lehetett neked egy ilyened, és akkor ez így tök jó. Igen, azóta nem nagyon szoktam hordani, de azért ez is hát egy számomra nyeremény. És hát ennyi lett volna, ez nem lesz egy videósorozat, nyugodjatok meg, hogyha egyáltalán akartatok, bár nem tudom, hogy jó ez vagy rossz. De hát én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. A hamarosan találkozunk a következő videóban. Én mentem, sziasztok!